Gyerekként nyilván egy csomó mindent elhatározol, te ezt majd szülőként biztos máshogy fogod csinálni. És szülőként is ugye, és egykori gyerekként. Én is egy csomó mindent furcsálok. Ott van például a tiltás. Elmondom, hogy mi a bajom a tiltással. Vegyük példának a dohányzást. Ugye az állam, mint a mi atyuskánk, próbál minket lebeszélni a dohányzásról, mert az sokba kerül a társadalom biztosításnak, bár ugye jövedéki oldalon nagyon jó bevétel. Ezért a logika az, hogy vedd meg, de ne szívd el. Ugye és kezdődött azzal, hogy mindenféle rémisztő dolgokat írtak a cigis dobozra. És tényleg kifizetsz érte 1000 nem tudom én mennyit, és akkor ezt kapod, hogy ne szívd el, ha most szólsz, most vettelek meg. De akkor se szívd el, mert miért nem? Mert megdög lesz, akkor gyorsan lesz jó, még olyan. És ugyanúgy cigiznek az emberek. Aztán jött az, hogy csak lehomályosított helyeken lehetett kapni. És úgy mentél be szívdobogva, hogy lesz ebben pucérnő. Ha holnap hoznának egy rendeletet, hogy mától cigarettás doboz csak döglött tehén seggéből lehetne kiszedni, hétfőtől mindenki így mászkálna az utcán, hogy te úgy rágyújtanék, nem láttál erre egy tehenet? Mert szenvedély, mert attól még szívják az emberek. És érdekes, hogy ott van a másik szenvedély, az alkoholizmus. Ami szerintem sokkal többet roncsol társadalmi szinten, a boros üvegeken még sincs ilyen figyelmeztetés. Ugye mindig csak a szép szövegek. És képzeld el egyébként, hogy így megpróbálná megfejteni a törzs közönség. Te Laci, mit ír a bor? A bor azt írja, megdöglünk. Húj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 
Várja. De. Szexárt 2017. Túléltük. Ugye oda már minek figyelmeztetés. Na és elmondom, hogy mi az én igazi bajom a tiltással. Hogy te, mint állam, vagy intézmény, vagy szülő, vagy bárki, félsz attól, hogy a másik valamit megcsinál, ezért határozottan, kifejezetten kimondod és megtiltod. És lehet, hogy ő addig erre nem is gondolt. De így, hogy már tud a lehetőségről, elkezd érdekes lenni. Ugye, hogy az ablakon kihajolni tilos. Miért? Ugye így működik a dolog. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban hittanórán, amikor a 10 parancsolatot vettük, akkor jöttem rá, hogy ez csak 3 parancsolat és 7 tiltás. És olyan dolgokat tudtam meg a világról, a katolikus egyháztól, amik megváltoztattak mindent. Ne hazudj, tényleg, mekkora ötlet. Ne lopj. Ha. Ne káromkodj, azt a büdös tényleg. Ne paráználkodj. Hát az mi? Hát, hogy így... Hú. Ilyen van. Edith néni. Kész, semmi sem volt többé ugyanaz. És már a világ legelső tiltása is pontosan erre a sorsra jutott. Mit tiltott meg Isten legelőször Ádámnak? Hogy ne egyél a gyümölcsből. És képzeld, ha ezt betartja Ádám, utána Éva, Káin, Ábel, mindenki. Máig ez az egy parancs lenne. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, nem? Áfát befizetted? Nem, de almát se ettem. Ne izgulj, nem. Képzeld a kressz vizsgálat. Na, Kovács úr. Egy kérdéses teszt lesz. Egyenrangú kereszteződésben, ha villamos érkezik balról, szabad enni a gyümölcsből? Azt hiszem nem. Köszönöm szépen, balesetmentes közlekedés. Ennyi lenne az élet. És ugye Isten ott rontott el, hogy határozottan megtiltotta Ádámnak. Figyelj, Ádám, ez az egész a tiéd. Az egész? Az egész. Egy dolgot kérek cserébe. Az egész? Ne szórakozzál most már, ne. Teremtek melléd egy nőt. Na, annak a fának a gyümölcséből ne egyél. Ennyi? Ennyi. Cipőt nem kell levenni? Nem kell levenni a cipőt. Vécétetőt nem kell lehagyni? Nem kell, ne szórakozni. Abból ne egyél. Kész. Ennyi. És itt rontott el, hogy határozottan felhívta a figyelmet. Mert megcsinálhatta volna azt is, hogy így elmismásolja. Figyelj, Ádám, elmondom a gyümölcsöket. Ezek a csonthéjasok meg kell törni, de megéri. Az a bogyós, az szúr, vigyázz vele. Na most az fosat. Ebből... Nem is foglalkozott volna vele Ádám. De így mi történt? Megteremtette Ádámot, megtiltotta, majd megteremtette Évát, majd ettek. De így cák, cák, cák. Még csak 2 sor sincs a Bibliában, hogy Ádámmal és Évával bármi más történt volna előtte. Nincs olyan, hogy Ádám és Éva kalandjai. Hogy szaladgálnak a réten, vagy számháborúznak az erdő fái közt. Mondjuk az ketten baromi unalma. 1, 2, játszunk más. Nem, pff, rögtön ettek belőle. És aztán ugye jött a számonkérés. Ettetek a gyümölcsből. És te is ettél. Jó, de...
én vagyok az Isten. És szülőként nem ugyanezt csináljuk, és gyerekként nem ezt utáltad apádban is, hogy ő miért ihatja a presszóban a negyedik sörét nekem, meg miért szúrta ki a szemem egy pálcikás jégkrémmel? Már nem igaziból, hanem hogy... És én is ugyanezt csinálom, gyerekek, nincs magyaró vajkrém, mert tele van cukorral, meg transzsírral, meg kihullik a fogatok, meg elhisztok. Meg nálam van a szekrényben. Ilyenek vagyunk szülők, és a gyerek nem hülye, a gyerek ezt pontosan érzi, és tíz évesen még tök simán beszéltek a gyerek előtt csomó mindenről, hogy a gyerek úgyse érti, de nem. Én emlékszem, 10 éves voltam, mikor elemi erővel csapott le rám az érzés, hogy ez a család, ez nagyon gáz. Mit keres egy ilyen családban egy ilyen ritka, normális gyerek, mint én? Gondoltam igen sokat már akkor is magamról. De úgy voltam vele, mondom, engem biztos, hogy elcseréltek a kórházban. És ezt se anyámnak, se apámnak nem mertem mondani, mert anyám azt mondta volna, hogy dehogy cseréltek, kisfiam, hát beszélsz butaságokat. Apám meg biztos azt mondta volna, hogy ugye? Na öltöz, köszönjél, gyere, megyünk vissza garanciába.